Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Beam Engine Drive továbbra is, és parkűrözni fogunk. Méghozzá ezen a pályán próbálkozunk. Azt nézzük meg, milyen lesz. Kontrollerrel az hat szója. Spencer készítette a pályát. Ezúton is köszönjük neki, most itt a színeket nem tudom értelmezni, hogy mi akar lenni. A mondó vagyok, csapassuk. Ezen kell végigjutnunk. Hullámvasút föl, le. Alapautóval kell menni. Miért is nem? Na hát ez csodás volt. Öff. Restart. Meg állítgatunk egy kicsit a hangerőtön, de miért is ne? Itt talán jobb lesz. Hogy jó legyen. Ahogy illik. Elgyorsulunk ebbe az irányba. Majdnem. Újra ugyanott. Nem ér is, ne. Most két kerékhajtáson vagyunk. Első kerék lenne. Na nézzük. Transfer kész, összkerék. Arcade. Engine-re nem tudom mi volt. De hogy leállt az engine. Mert miért is, ne? Ne menjünk le az... Úgy. Szépen be. Azt nem hiszem el. Lapadtam. Mi van, ha rúgjuk neki? Csak előre. Azt szana széjjel. Mindenki törik, mindenki táncol. Na miért is, ne? Oké. És akkor ide, hogy rakok le checkpointot, azt mutasd meg nekem. Irányítás. Gameplay. Recovery. Home position lenne. Vagy tanuljunk meg olvasni. De azt mondom neki, hogy arra nyíl, inputba, még a load a jobbra nyíl legyen.
Oké. Grafika megmaradt Ultrán, igen, jó. Balra nyíl. És jobbra, oké. Hát akkor innen próba újra. Nem nyert. Így át is lehet ide jönni. Csak meglett. Vagy itt meglett. Aha. Hogy Pistike elhitte. Remélem ez az oldal is annak számít. Nem árom, már törtem a kocsit. Most jönnek a fölmászások, amit ilyen szépen lehet ki. Kivitelezni ezekkel. Uh-huh. Ott a finish lent. Azt nem mondta, hogy a célba be kell majd esni. Négyszer. Ezek meg itt kérlek szépen. Rázókövek, fekvőrendőrkövek. Bukkanók. Jó. Ide is rakunk egy Composition. Ez mi? Hát tetőre állás kérlek szépen, tetőre állás, de miért is ne? Hogy hogy kéne lemenni? Így. Sima liba, kicsit oda csaptuk az elejét. Nem baj. Erre tovább. Gondolom megadott időre sem ártana átmenni. Uh-huh. Azért ne felejtsük el checkpointot rakni. Ugyebár nekem még ez az egész sorozat, ez az egész játék ilyen téren új. Ezek a lehetőségek adottak. Úgyhogy még csak ismerkedünk. Melyik fizika hova mint csinálhat. Oké, jönnek a csövek. Semmit nem látunk. Csőkények egyben szerint visz. Na és akkor itt szintet léptünk, ez itt már nehezebb fokozat, mint az előző. Láthatóan más színű. Úgyhogy ott is egy baromnek kettes. De hát haladjunk tovább. Miért is ne? Lesz-e neked összkerékhajtás? Ilyenkor jól jön. Azt nem mondta a játék, hogy nem lehet összkerékre átváltani. Gondolom ajánlott is, mert... ezt csak hátsóssal nem tudod megcsinálni szerintem. Főleg, hogy úgy szerintem nem is a hátulját dobja nagyon, hanem inkább az elejét, mert elsősként van két kerékhajtásba. Na nézzük erre mi van. Irányba állunk és úgy mentünk. Hallod, majd az elején nem megyünk fel. Hát az csöcse. Azt nem mondta, hogy háttal kell fölmenni.
akkor lendületből. Hordkerék felakadt. Nem nyert. Nice, hadd szóljon. Első vezetői eltört a kardán. Nem mondod. Egyből szanaszia törtem a kereket, oké. Okay. Jó, mert ha visszaállítjuk hátsósra, vagy mi arra. Most látottam a motort. Realisztik. Arcade. VD Low Gear, High Gear, VD 2. Ja, ugye elvileg belsősként megy. Jó, essél le. Ez se nyert. Ez se nyert. Szerintem itt valami hiba van. Hát egyszerűen magasabban van a vacak, mint a kocsi. Gyerünk! Hordkerék beakadt. Na, előre. Nem nyert. Jó, akkor óvatosan oldaladva vagy valami. Semmi. Tart. Tehát se hang. Jó. Hogy lehet akkor ezeket itt állítani? Mutasd magad, mi ez az újabb? Akármi. Vehicle config. De ezen nem tudok fölmenni egyszerűen. Kerékdőlész. Guminyomás. Igen. Időzítés. Összkerék lóba esetleg. Kinyílt az egyik ajtó közben.
Csak nem háttal kell fölmenni. A tüfi miért várna? Két kerék, ami a levegőben van, az próbálkozik. És eldobja. Gondolkozom, hogy lehet megoldani, de fingom nincs. Egyszerűen magasabb ez a szar, mint a kocsi. Erővel sem tudsz fölmenni, mert egyszerűen fölakadsz. Vagy így, vagy úgy, vagy a... Na de, fölrángattuk. Kipufogó tört, olajteknő kapott. Mindenki kapott. Nem kicsit nehezebb megcsinálni ezt, hanem nagyon. Hát konkrétan rommá törted a kocsit. Igen, akkor de jussál végig. Nice. Valószínűleg szerint nem nagyon kell kímélni a járgányt. Siker. Siker. Nice. Itt adja magát, ez könnyű. Remélem nem kellett ide lendület, mert akkor nagyon megszívtuk. Oké, gyere vissza. Nem én gondoltam. Akkor szakaszról szakaszra. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Nice. Jó megszivatott az a lenti rész. Na de haladjunk tovább. Itt le. Parketta. Minden is kapja. Radiátor is. Megvan. Nice. Oda föl. Hadd szóljon. Összkerékhajtás. Lóba. Simaliba. Tada! Mehetünk tovább. Piff. Ez megvan. Jönnek a konténerek. Szépen tovább. Nem olyan egyszerű ez a dél, mert nem nagyon kanyarodik, hogy dobálja a kocsit. De átmegyünk. Szóval aranyos, hogy eddig az az egy rész szivatott ennyire. Még itt meg ugyebár elég könnyebbnek tűnik. Csak amolyan felakadtam. Az nice. Na, megvan. Jump. Jobbra. Csecse, még nehezítünk rajta, ez a hármas rész. Csak hogy jó legyen. Erre gyorsulunk.
Gondolom ez jég, vagy csak valamiért kék. Kecsemecse. Ez nem volt egy bonyolult. Majdnem nem álltunk meg. Ugyebár annyi szabályt hoztam magamnak, hogy ahogy fölérünk egy checkpointra, akkor megpróbálok megállni rajta, és úgy beállítani checkpointra. Ha csak a gáz nyomjuk, meglátjuk, meddig jutunk így. Radiátor sérül, tetőt csapjuk oda, de nem baj. Széthullunk. Kanyarodást nem nyomom direkt, kíváncsi vagyok, így végigvezette a cső. Nyomunk egy dugóhúzót, minden. Oké. Okay. Na, mondhatnám, hogy négy kerék legérkezett, mert ott van mind a négy. De ebbe az állapotában ez nem tudna tovább menni. Na, hát arra fölfele megyünk. Eléggé lejöttünk már itt. Nyilván az összkerékhajtás sem mindenható. Na? Na, ott be is ragadt. Akkor újra. Toljuk neki. Ez szép volt. Plancs. Hát ez meg zsírúj bástya. Igaz, kicsit a levegőben vagyunk, de ezzel sem foglalkozunk. Nem az a játék ezen részének a lényege. Ne ülj föl! Vicce. Hát ez szép lett. Na, jól éreztem én, hogy több turpisságot fog tartalmazni itt a parkörözés, és több mosolygásra ad okot, mint a garázs tú garázs adott lap verziójába. Hát arra tovább. Arról volt szó, hogy a lila lesz a legnehezebb. Hát ez itt kap hideget, meleget most. Fasznit ez. A checkpoint nem. Szabvány kocka. Mehetünk erre tovább. Oké, okay, akkor menjünk arra lefele. Sutty, tetőre. Majdnem. Már kicsit aerodinamikusabbá tettük a hátulját. Nem itt akarsz még menne. Igaz, jobbra már kevésbé akar kanyarodni, de hát ilyen apróságokkal ne foglalkozunk. Most komolyan sikerült fölülnöm. De amúgy miért ilyen hülye a diffi? Miért nem azokat a kerekeket hajtja, ami hajt? Miért neki mindig azt kell hajtani, ami levegőben van? Na? Most is ott, ha az a szar bal hátsó meglódulna, úgy örülnek neki, de nem, neki az elejével kell szórakozni, meg a levegőben lévőkkel. Mert hogy azokon nincs hajtás. Elvégbe ezt itt is át tudjuk kapcsolni. A minden igaz. Akkor nem. Akkor menjünk óvatos Bélába. Hallod, inkább visszatolod 150-nel, megyünk egy helyben, ne szórakozzál már velem. Nem lehet egyébként valami difizárat, vagy valamit rátenni, ez így.
amelyek kap egy ilyen stükköt a kocsi, az volt nincs. Menjél így. Most meg felborulunk. Nice. Most meg fölül kaszmira, és a hátulja miért hajtana, az hajt, ami nem megy. Jó, és tolatva. Azt is kinézem belőle. Lopasz nem látok, mert a kamera túldumolta magát. Na, tudásan beültél oda. Jó, akkor pusztuljál 6,5-be. Közben 8-szoros időzítő lassításra raktam. Gyerünk már, menj át! Hát... megint. Bal első, jobb hátsó, hajt, a többi nem. A többi kerék mi a fasznak van már, bocsánat. Nyomom a gázféket, együtt nem csinál semmit. Nyomom a kézit és a gáz, akkor meg elindul, mint a barom, mert szarik bele a kézit nyomásba. Mert hogy összkerék címszóval gyakorlatilag lófasz nem fog benne, már bocsánat. Jó. Ja. Előrébb. Így. Innen legyen a start pointunk. Szépen tovább. És megint fölül. Na miért is nem? Állj, két kerékhajtás. Inkább el kell repkedni. Balra fúzzuk. Pillanatok alatt fölül. Jó, akkor ne csináld, amit kérek. Legyen high 4-be. Menjünk ki a szélére. Csak beesik középre, mert miért is, nem, mert egy rumplis pogácsa. Hallod, álljál tetőre, jobban meglátszik rajtad. De veled még csak kiszórakozni se lehet, hogy át offroadozzunk, mert egy lassított felvétel, egy póni vagy, bazd meg, és fölakadsz, és az azt a kereket hajtod, amit nem kell. Tényleg nincs ebbe a szarba egy ilyen beállítás, hogy ez jó legyen nekünk. Cruise controlban mi van? Ez az, hogy automatán menjen előre. Más néven tempoma. Fun stopban mi van? Boom. Na? Így a csecse. Megmész. Összes kerékég. Egy biztos, a víznek melege van, meg a fékeknek. Mi van még ott? Overtrain, a motor kikapcsolás, gearbox, legyen realisztik akkor. Na, ilyenkor mit csinál? Az, hogy nekem kell várni. ABS. Tényleg az ABS? Nem tudjuk kikapcsolni. Én most nekem az A-val X-el kell váltogatnom, hogy milyen pozícióba akarok lenni. D-be, N-be vagy A-ba. Itt hiába fékelek.
ugyebár nem tolat. De gázzal tudok forrakozni. Jaj, akkor a realisztik nem sokat él. Igen. Ezt állítgatjuk jelenleg. Na mindegy, úgy mint a másiknál itt is van biztos egy megoldás, hogy mi kell hozzá. Ennyi. Eddig jut. És már felakad. A bal első fönt van a járgányon, a jobb oldali a levegőbe. Az hajtana, még ott a túloldala, ami hajtania kéne, az nem hajt. Na mindegy. Oda átugrasz. Szerintem nem középen kéne mennem egyébként. Még azt tudom elképzelni. Hanem valamelyik szélén. Ugyebár elég lendület nincs, és inkább beesik középre. Mint hogy jó legyen. Miért rakadsz hozzá ennyire ahhoz a vacakhoz? Konkrétan úgy magához vonz ez a vacak fal, mintha muszáj volna. Oké. Hát akkor borulj fel. Igen, ez oldalt esélytelen is átmenni, ez hülyesség volt így. Oké, borulj át. Megnézném egyébként a készítőt, hogy ő hogy ment át ezen a hó. Mert biztos valami őrült hülye megoldása van, hasonló, mint annak a másiknak, hogy fölakadjál vele. Meg összetörd magad annyira, hogy jó legyen, azaz vigyázni nem tudsz a járműre, az biztos. De itt még csak azt se tudod eljátszani, hogy egyik kerék, másik kerék, mert a szar össze-vissza differál. Hát 200-dal megyünk egy helybe, az se rossz, mi? Hát, azt hittem, hogy az ilyennél ez kevésbé lesz kihívásosabb. Hát de nem, ennek kurva mindegy, hogy összkerékben van vagy nem, előre vagy hátra akarunk menni, ez ugyanúgy megszivat. Gyerünk már, kapd el. Akkor ne kapd el. Nem tudom, mennyivel kéne mennünk itt egyáltalán. Ha rugom neki, az a baj, ha nem rugom neki, az a baj. Gondol egyet egyszer csak fölül itt, mert egy hosszú dög. És eddig jutunk, pedig ott a cél. Mármi nem a cél, hanem a következő rész. Én most a vége előtt, ennek a négyes előtt jól megszivat. Mert
Tényleg csak a szerencse múlik, hogy átjussál? Vagy valami? Na? És nem. A féket is hiába nyomom, szarik rám. Gyere már le. Akkor ne gyere le. Hát tényleg csak a szerencse múlik, ezek szerint majd előbb már átugratok. Most is itt állok, tudnánk menni, de nem tud, mert ez a szar össze-vissza ellentétesen baszogatja a kerekeket. Ha meg átrakjuk lovba, akkor is indul, mert hiába van nyomatékon, mert azok a kerekek, amik a levérnek, azok nem mozdulnak. Most meg pofára. Hát tényleg a vak szerencse múlik, hogy éppen hogy akar átesni ez a szar, mert azt nem mond, hogy nekem ezt itt valaki kiszámolja direktbe, hogy éppen erre esik, arra borul, emerre száll. Egy pillanat alatt beakadunk. Igen, az ABS itt szerencsétlenkedik, a világát nem tudja. Na mindegy. Most se nyert kis hanszórót. Vagy melyik világon vagy, pedig már előbb ott voltunk a közelbe. Vástél le, mit szólsz hozzá? Ugyebár a játékotnak a pályáját, ezt a Beam Engine-nek a gyári oldaláról a modok között van fönt. Úgyhogy ti is nyugodtan kipróbálhatjátok, hogyha megvan nektek a játék és éreztek magatokba annyit. Na? Hát nem, biztos, hogy nem. Nézd meg, inkább felborul, mindent csinál. Itt trükközni se lehet, de mindjárt átírom a pályát tényleg, aztán ez itt laposabb lesz. Én meg padlógázzal megyek, és inkább visszacsúszik, mert egy szarrágó, hogy tapadjon. Gyerünk már, menj át, ne ülj föl! De hát fölül ez a szar. Előbb mondtam, hogy mondom, tényleg a szerencse múlik esetleg az, hogy eljussál valameddig, már majdnem átjutottam, aztán nem. De most az Istennek nem jutok el odáig. Én meg balra kanyarodnák, de inkább fölborulj jobbra. Inkább átborul. Na, vissza tetőre. Szurik nincs, mert a levegőben nem tud menni, mert annyi agya van. Hát már rengeteg guminyom van itt.
Gyerünk! Ne ülj föl! De hogyan nénikét be tudsz fölülni a kibaszott kasznyira így? Anélkül, hogy amúgy sérülne, mert olyan szinten odavág ilyenkor a kardánt, és ugye biztos, hogy összetöri. De ne ülj föl! Tudi, semmi. Elfogy a lendület, és nem jutsz át egyszerűen itt. Valahogy nagy lendülettel kéne átpattogni, de esélytelen. De ide visszamenni se tudok már, mert ez itt ennyi. De nem tudunk kigyorsítani annyira, hogy jó legyen. Helyezd meg, bele, grafikába, bele, textúrába bele vagyunk ragadva. Persze, hogy felakadunk. Engem boruljál! Tetőre, minden, igazi kínszenvedésed a végeig. Nézd meg, most meg ide ülünk föl. Na jó, essél le akkor. Motorból kifolyt az olaj. Megsérült az olaj, tetnő. Első hajtás, motor, radiátor, minden sérül. De miért is ne? Egyszerűen nem lehet vele azt megcsinálni, mint a jeepekkel csinálják, hogy olyan falakon mennek föl velük meg társaim, ahogy kell, mert ripítjon már töröd a kocsit. Nem kicsit, nagyon. De ha mázlid van, akkor jó, ha nincsen mázlid, akkor nem jó. Ha meg ráhagyod, akkor így beragad, beakad, stb. Lov 4. Jobb gyorsulás reményében. Attól visszapattan, hogy egy pótkerék a hátuljáról leszakad. Majd utána inkább fölül. Gyerünk! Pusztulj hadba akkor! Na, még egy kicsit, gyerünk! Vissza! Nyomom a féket, hogy curikoljál, de... Teszel rám! Ideig jutunk el. Ez egy olyan pozíció ott, aminél esélytelen tovább elmenni, mert valami hülyeségbe biztos beakadsz. Azt hinnéd, hogy középen lesz jó neked, de középen nem lesz jó neked, mert középen egy térpillant azt inkább föláll, meg fölül, amikor így lendületből nekiindul, mert éppen arra domálok, hogy mit nem csinál, akkor bezzeg megcsinálja. Balra-jobbra csapkodni a picsáját, azt tudja, de... Esik most már a lámpa, kitört már a lökös leszakadt. És esélyed nincs eljutni odaig, mert a szarrágó felrakad mindig mindenem. Most is. Ott van két kerék, ami tudna hajtani, aminek lenne értelme, helyette 150-nel megyünk. Két nyomvat kerékkel, ami a levegőben semmit csinál. Simán meg kéne tudnia indulni. Helyette nem, fölül és átlóba hajtja azt a két kurva kereket, amelyiken nem tapad.
Ha meg a másik oldalra akarom, hogy lebegjen most, akkor is fölül valahol olyan szerencsétlen helyen ez a szar, hogy esélyed nincs átmenni vele, pedig biztos, hogy valamilyen úton módon megcsinálható. Mondjuk nem így, ahogy éppen kitöröd a belső kerekedet, de... De passz. Ebben a Atelier Benchim Music szól ugyebár egy 3 órás mix, ami elviekben copyright free. Mindjárt megfogom az autót és áthajítom ezen a szakaszon, de tényleg. Szerintem nem hiszem el, hogy nem lehet ezen a szaron átjutni. Tessék, át van jutva. Nice. Csak a gáz, mi? Ne ülj föl! Hát konkrétan derékszögeset játszik a kocsi. Semmi. Semmi. Na, bármi más. Semmi. Hát Spencer, remélem csuklasz. Mert ez a pálya idegen. 53 percen megy a felvétel, abból talán egy 40-45 a real. Elején voltak fönnapadások, mint például a DI-ok betöltöttek kérdés nélkül. Esze bazd meg. Itt is fölül. Már bocsánat, nem szeretek káromkodni, de ez annyira... Nem tudom, szerintem szarul van összerakva a pálya, vagy fene tudja. Lehet, hogy én töltöttem le a rossz pályát, és ebből van azóta egy finomítottabb verzió, hogy az ilyen hibák ki vannak javítva, mert egyszerűen esélytelen ezen átmenni. De hát bármi lehet. Na megvan. Annyira mondtam az esélytelent, hogy itt van. Átjutottunk. De hogy mi változott most, hogy átjutottunk, azt nem tudni. A kocsi ugyanúgy megy előre, a kocsi ugyanazt a puffogást, ugrálást hajtja végre, csak éppen most végigjutottunk. Na, haladhatunk tovább. Erre. Jobban biztos vagyok, hogy magát a módokat lehet változtatni, hogy milyen hajtásláncon legyél. Mert csak hátsósként, ami az alap fölállása ennek a kocsinak, ezen biztos, hogy nem mentél volna át. És azt el tudod mondani, hogy hogy bagoltál bele ott a földbe? Vagy utána így leessünk? Jó, ennek is kitalálunk egy ilyen egyenesebb pozíciót, mert... Így, set point. Mert onnan átjövünk erre. Meg fölakadunk ide a francba, és nem mozdulunk sem erre. Szóval onnan balra kéne egyből ugratni, majd leborulni jobbra. És akkor ott jön a négyes pont még, el arra körbe. Meg a sárga föl. Majd a végén a finishbe leesni. Oké. Okay. Tessék, inkább fölül ide, mint hogy végig csúszom, mert a jobb eleje felakad. Jó, és csak padló. Padló kicsit oldalra.
Az a lényeg, hogy leérjen ez a bánatos jármű, nem az, hogy milyen metodikával, mert ez képes már mindenhogy leesni. Most éppen beragadt a lökhárító, és letépte a kocsi elejét, és ahelyett, hogy átforgott volna, helyette mindent csinált. Ez a tipikus hogyan őrül meg kategória. Na. Csecse. Na, nem mondhatod, hogy nem, lent vagyunk. Így. Na nézzük erre mi van. Mi van? Azt nem mondta, hogy most ez a tipikus talál ki, hogy merre mehet című fejezet. Ó, hogy pa meg, és alulról se tudod megnézni, mert el van taparva. Ó, bazd meg, most meg elcsesztem a pontot, mert rossz irányba nyomtam a gombot. Na nézzük, hogy kell visszarakni akkor az autót. Na jó, hát fingom nincs, hogy hogy lehetett volna ezt megoldani. Azok. Get bed up and down. Négyszer-mitszer. Na jó, mindegy, ez a Parker pálya most ennyi lenne. Majd kitalálom, hogy hogy lehet oda eljutni magától. Hogy jó legyen. Mert nem tudom, hogy lehet ilyen komik mozogni egyelőre. Hogy akkor átspannoljuk magunkat oda. Egyébként ez free roam, ilyenkor elviekben mindent is lehet. Úgyhogy majd onnan fogjuk folytatni. Remélem tetszett. Spencernek megint csak köszönöm, hogy a pálya elérhető, ugyebár free-be, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!